És a 10 év Skócia mellett szerintem nem mehetünk el, hogy ezt fejtsd ki nekünk, hogy ez a 10 év Skócia, az a természet, időjárás, klíma, emberek, így milyen hatással volt az alkotói oldaladra, ez mennyire szivárgott be a zenédbe? Hát nyilván teljesen. Tehát én azt hiszem, hogy a Rókas a rádió lemezt, azt Makón vettük fel egy részét a gitároknak, de azt már kint Edinburgh-ban fejeztem be. És onnantól kezdve volt a Rengeteg, a Skür, a Meta és a Geometria, ezeket a lemezeket, ezeket mind kint készítettem, és még a Naív lemezeknek egy részét is még kint. De azt már Budapesten fejeztem be. Tehát ezeken azért érződik szerintem az ottani légkör, főleg a Skürön, és nyilván, hogyha Magyarországon vagyok, akkor azok nem pont így készültek volna. Biztos, hogy lettek volna akkor is lemezek, de nyilvánvalóan más milyen jellegűek egy kicsit. De én az alatt csináltam, volt nekem a Neolunar projektem is, meg volt egy szólólemezem is, ami szintén ott kint készült, és azok is nagyon, nagyon ilyen esős, skótos jellegű zenék. Szóval szerintem azért nyilván ez érződik. Meg ezt mesélted is szerintem a Lafterben, hogy hozzá nagyon közel áll ez a fajta időjárás. Tehát, hogy ez inspirál, relaxál, megnyugtat, komfortos neked az a fajta klíma, ezt hogy tudod megfogalmazni? Hát én szeretem az esőt, nyilván ezt nem is tudom vék alá rejteni, egy csomó dalszövegemben benne van, meg címekben, és már ilyen paródiaszerű ez a dolog, de és most is lesz az újban is természetesen, bár most hát direkt belerakom. És én nekem ez kifejezetten tetszik. Én nyáron szenvedek, mint a kutya. Tehát én gyűlölöm a nyarat tényleg, nem fizikailag nem nehezen viselem. És nekem ez, ami most október van, ez nekem a kedvenc évszakom, október-november, ez a kettő szokott lenni, amikor a leg aktívabb tudok lenni, meg a legproduktívabb is. Izgalmas érzés ez, amikor kicsit, ha nem is vihar van, de hogy jó nagy eső van, és akkor én bent, de akkora jó igazán, persze, amikor bemegyek a szobában, és akkor kifele nézek, és akkor a legjobb, de hogy kopog az ablak üvegen az eső, és nekem ez megmaradt valahogy ez a kép, és valahogy mindig ezt próbálom így visszaidézni, mert akkor így jól érzem magam. Nekem az ilyen nosztalgikus gyerekkori élmény, nem tudom, lehet, hogy valamikor volt valamilyen élményem, ami így bennem ragadt, csak nem emlékszem micsoda, és emiatt nekem mindig egy ilyen izgalmas. Skócia a második otthonként nevezted meg az egyik interjúban. Van még Skócián kívül olyan hely a világon, ahol hosszabb, rövidebb időre el tudnád képzelni az életedet, akár kreatív energiák miatt, zenei inspiráció véget? Nem nagyon tudom megmondani ezt, mert én nem voltam máshol hosszabb, rövidebb ideig, igen, de egy-két hétnél tovább nem. És emiatt azt tudom, hogy Skócia az okés, az működik nekem, Magyarország is tud működni, de aztán csak elméleti dolgokat tudok mondani, és ami egyáltalán nem biztos, hogy működik. De észak nyilván nekem legalábbis. Finnországban voltam kicsit sokáig, hát itt két hétig, és az nagyon tetszett nekem. És így, ha úgy nézzük, hogy akár természet oldalról, éghajlat oldalról, vagy akár zenei lehetőségek oldaláról, és észak fele gondolkoznál el? Ez a zenei lehetőség dolog, ez igazából nem aktuális, mert itt is meg tudom csinálni, meg akárhol meg lehet most már csinálni azt, amit szeretne az ember. Tehát nem, technikailag ez már nem releváns kérdés nekem legalábbis. Nyilván amiatt releváns, hogyha koncertezni szeretne az ember, mert az egész más kérdés. Mert például én Skóciában azért is nem is merült fel, hogy legyen koncert, mert nem volt kivel. Tehát itt teljesen más volt ott Edinburgh-ban a zenei közeg, mint Magyarországon. És ott nem is volt egy kis lehetőség sem erre. És emiatt az egy más kérdés. De hogyha alkotói szempontból nézem, akkor gyakorlatilag nem számít. Én csak az élet minőségét nézem, akkor ugye, én inkább ilyen északi ember vagyok. Tehát én nekem az vonz inkább a mediterránium helyett.